Az általános és középiskolások 20 ezer forintnak megfelelő dinár összeget kapnak vissza nem térítendő támogatásként. Ez a támogatás a Szerbiában működő közoktatási intézményben magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba járó gyerekekre is vonatkozik. A 2010-2011-es tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatása június 30-áig igényelhető. A szülőknek egy igazolványt kell fénymásolni, a gyermekeknek a anyakönyvi kivonatot kell mellékelni, és természetszerűen szükségeltetik egy iskolalátogatási igazolást is mellékelni, hogy tulajdonképpen mindösszesen ez a néhány dokumentációra van csak szükség. Itt mondjuk el, hogy a magyar igazolványokkal és egyéb okmányokkal hétfőtől nem a CMH irodákban foglalkoznak. Valamikor a tavalyi év végén a kormány módosították a kedvezménytörvényt, az eljárás rendeletet is módosította a kormány. Ennek értelmében csak és kizárólag a külképviseletek illetékesek a kérelmeket átvenni, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni annak a 130-135 ezer délvidéki nemzettársainknak a bizalmat, akik az elmúlt 10 esztendőben a CMH irodákon keresztül igényeltek és kaptak magyar igazolványt. A magyar igazolványokat, a diákokmányokat és a pedagógus igazolványokat hétfőtől a magyar főkonzulátuson kérhetik az érdeklődők.